Az általunk használt kompjúternek a merülés előtti képernyője, az így néz ki, azaz itt mutatja a jelenlegi parciális nyomást, ami be van állítva, hogyha nitroxon részt vettetek, akkor ezt már biztos, hogy tudjátok, hogy micsoda. Itt van a mód, tehát hogy nem nitroxra van ez most beállítva, hanem sima levegős merülésre. Sima levegős merülésen 1,4-es parciális nyomáson 56,6 méterre tudsz maximum lemerülni, ez nem azt jelenti, hogy addig le is kell. Illetve a Nodeco Time-ot pedig itt mutatja, 99-nél nem ér ki többet, tehát nyilván nincsen merülésről most szó, a maximumot írja ki. Ez magán a kompjúteren így fog kinézni. Hogyha nitroxal merülsz, akkor a nitroxnak a százalékát azt ide kiírja. Tehát ugyanaz az egész, csak annyi, hogy a nitrox százaléka van kiírva, illetve azzal megtehető maximális mélység. Tehát például, ha egy 50%-os nitroxgáz használsz, 1,6-os parciális nyomáson, azzal 21,4 méterre tudsz csak lemerülni. A levegős kiírása már merülés közben a képernyőnek. A következő itt mutatja mindig a maximum mélységedet, amit addig megtettél azon a merülésén, magát az eltelt időt, az aktuális mélységedet, a Nodeco határodat, ennyi ideig lehetsz még ebben a mélységben, illetve hogy hány fok van éppen ott körülötted. Ha megnyomod ezt az egy gombját, ami van, akkor egy második képernyőre tudsz átállni, ami megmutatja neked, hogy mennyi ezzel a gázzal megtehető maximális mélység, azaz, hogyha itt nitrox van, akkor ez kevesebb, és itt a nitroxnak a százalékát kiírja, hogyha viszont levegőd van, akkor az 56,6 lesz, illetve kiírja magát a maximális mélységedet és az aktuális időt. Ez nem a dive time, hanem a sima idő. Nitroxnál ez egészen hasonlóan néz ki, mutatja a maximális mélységedet, az eltelt időt a merülésből, látszik, hogy itt ki van írva, hogy nitrox, ugye itt nincsen, mert ez levegős, a aktuális mélység, a Nodeco határ, tehát hogy ennyi percig tudsz még azon a szinten lenni, illetve a hőfok, és hogyha megnyomod a kis gombocskát, akkor kiírja itt, hogy hány százalékos nitroxal merülsz, hányra van beállítva a parciális nyomás, illetve mennyi maximális mélységed mennyi volt, és mennyi az aktuális idő. Merülés után a képernyő bevált egy úgynevezett surface time módba, felszíni időmód, ahol mutatja, hogy te mióta vagy pontosan a felszínen, mennyi kell a testednek a teljes deszaturációhoz, tehát hogy kijöjjön belőled a nagy a nitrogén, tehát A nyomáscsoportba kerüljél, a maximális mélységed mennyi volt a legutolsó merülésen, mennyi ideig tartott, hány percig tartott a legutolsó merülésed, és itt 24 órától számol vissza az óra, hogy mennyi ideig nem repülhetsz még. Nitroxnál ez megint eléggé hasonló, annyi különbséggel, hogy itt kiírja a nitroxot, hogy azzal merültél, és hogyha ugyanazt a profilt írtad le, akkor természetesen a deszaturációs időd kevesebb lesz. Van benne egy úgynevezett logbook, amivel vissza tudod nézni, hogy milyen merüléseken voltál. Levegős üzemmódban megmutatja, hogy mire van kompjúter beállítva. Van egy úgynevezett safety faktor benne, ezt personál faktornak is szokta hívni a kompjúter. Be tudom állítani, mennyire legyen érzéken, 1-es, 2-es, 3-as, vagy a nulla, az a abszolút legkevésbé érzékeny. Ezt, hogyha az ember tudja, hogy érzékeny magára a nitrogénre, érdemes felrakni 1-es, 2-es, akár 3-asra is. Viszont, hogyha ez minél magasabb szinten van, annál jobban lerövidíti a Nodeco határt. Itt mutatja a legutolsó merülés idejét, mennyi volt a maximális merülésed méterben, hány méter volt az átlag mélységed, és mi volt a legalacsonyabb vízhőfok, amivel találkoztál azon a merülésen. Illetve ha volt gyors felemelkedésed, akkor berak egy ilyen kis felkiáltó jelet, illetve kérő és slow. Ha nyomsz egyet a kis gombocskákon, akkor megmutatja, hogy ha itt levegővel merültél, akkor levegőt ír ki a nitroxot, akkor nitroxot. Ide pedig beírja magát a parciális nyomást. Itt van egy P1, meg egy P2, ez a page 1, page 2, az első, második oldal. Az EON, azaz a nitroxnál már három oldalt is lehet lépni, itt is meg kell nyomni a kis gombocskát. Nagyjából ugyanaz, itt ugye kijelzi az oxigén leterheltséget digitálisan, illetve kiírja, hogy nitrox, második oldalon ugye az a különbség, hogy itt mutatja, hogy hány százalék maga a nitrox, illetve itt is kijelzi magát az oxigén leterheltségét. És ha van több gáz, akkor még több gázt is meg lehet nézni, hogy éppen mivel merültél, ez már itt az 50-es nitroxnál egy úgynevezett dekógáz szokott lenni. Ezek már inkább csak technikai merüléseknél számítanak. A mostani rész az ennyi. Találkozunk a következő részben. Sziasztok!